A Tiszamente Óbecse vállalat egy új Iveco típusú 18 köbcentis szemét szállító teherautót vásárolt 145 ezer euró értékben forgalmi adó nélkül. A gépjárművet leasingre szerezték, és a tervek szerint 5 év alatt lesz kifizetve. A vállalat havonta 3 részletet fizet 565 ezer dinár értékben. A Tiszamente összbevétele havonta 7,4 millió dinárt tesz ki. Az utóbbi 3 évben a Tiszamente felszerelésébe és a Botra városi szemétlerakó infrastruktúrájába több mint 500 ezer eurót fektettek be, melyből a cég 200 ezer euró támogatást kapott új teherautó másodlagos hulladékra szolgáló prés, mérleg és targonca beszerzésére. A többi pénzt a vállalat kasszájából biztosították. A Tiszamente vállalat pillanatnyi adóssága az összbevétel 7,5%-át teszi ki, tehát kevesebb, mint 10% adósságunk van, ami azt jelenti, hogy arra törekszünk, hogy házigazdaként dolgozzunk. A megfizettetéseket megnöveltük 96%-ra, a valamikori 52% helyett. Az összbevételt is megnöveltük, és elmondhatom, hogy pozitívan működünk. A 2018-as év zárszámadása el lett fogadva, tehát pozitív a működésünk. 34 milliós veszteséget örököltünk, 15,5 millió kifizetetlen adósságot a beszerzőink felé. Most viszont időben kifizetjük a fizetéseket, és ugyanúgy időben fizetjük a kötelezettségeinket is. A munkásokkal és az igazgatóval az élen sikerült sokat megtennünk ezért a vállalatért. Minden évben, amikor az igazgató behivatott, én tudtam, hogy érkezik az új teherautó. A munkások nagyon hálásak az igazgatónak, és azt gondolom, hogy a munkások ezen az új teherautón énekelve fognak dolgozni. Hálás vagyok ennek a vállalatnak, mint a szakszervezet elnöke, és a munkások is nagyon hálásak, mert 2 évvel ezelőtt még nagyon nehéz volt a munka a régi teherautókkal. Fejes bejelentette a lakosság edukációjának folytatását is az elsődleges hulladék szelektálására, mert az adatok azt mutatják, hogy egy átlagos háztartás a szemetes zsákokban 40% másodlagos hulladékot gyűjt össze, a többi háztartási szemét, melynek helye a klasszikus zöld szemetes kannákban van. Mi folytatjuk a lakosság edukációját, és nem állunk meg vele, és addig folytatjuk, míg nem lesz 90%-os. A környezetet védeni különböző aspektusokból is lehet, de a szemét eltávolításával és szelektálásával, illetve újrahasznosításával mi már egy komoly társadalommá válunk. Biztos, hogy nehéz, amikor kora reggel felkelünk, hogy egyik napról a másikra változtassunk szokásainkon, amelyek egyáltalán nincsenek még arra szoktatva, hogy a szemetet szelektálni kell. De ez a módszer az, ami az életünket javítja, és ezáltal az utcáinkon se találkozhatunk majd azokkal a kellemetlenségekkel, amelyek a szemünket, illetve a szaglásunkat bántják. Azt remélem, hogy ezáltal ennek a vállalatnak is lesz haszna, ami teljesen helyén való is, és rendben van. A Tiszamente Óbecse vállalat az elkövetkező 3 évben azt tervezi, hogy folytatja a befektetési ciklust, és még egy szemétszállító teherautót vásárol. Továbbá 1100 konténert az elsődleges hulladék szelektálására, valamint egy transferállomást épít fel, hogy csökkentse a kikindai regionális hulladéklerakó szállítási költségeit, mondta Fejes Zoltán, a vállalat igazgatója.